köszöntöm Önöket, ma február 23-a Alfréd napja van. 573 éve Kolozsváron megszületett Mátyás magyar király, 331 éve pedig ezen a napon született Georg Friedrich Händel német-angol zeneszerző, 117 éve Dresdában pedig Erik Kössner német író, költő. Most következzenek a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. Nem csökkentik többi a nyugdíjakat és az állami alkalmazottak fizetését Szerbiában, nyilatkozta Alekszandar Vučić. Horvátország továbbra sem küld szerelvényeket a Szerbiában rekedt migránsokért. Szombaton lép hatályba a szíriai tűzszünet az Egyesült Államok és Oroszország megállapodásával. Harmadik alkalommal minősítette a Financial Times Vajdaságot befektetésre alkalmas és előnyös régiónak. Nem csökkentik többi a nyugdíjakat és az állami alkalmazottak fizetését Szerbiában. Az ország pénzügyi ésszerűsítését befejezték, nyilatkozta Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök Londonban. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által szervezett nyugat-balkáni befektetésekről tartott csúcstalálkozó után a kormányfő kijelentette, mindenki elismerően beszélt a szerbiai reformokról. Az eddig megvalósult változások mellett még sok munka vár az állami vezetésre, hangsúlyozta a szerb kormányfő. És mnogo toga pred nama. Moramo još mnogo toga da uradimo u pre svega rekao bih redefinisanju i upravljanju efikasnije državne administracije. Moramo da uradimo još mnogo toga u promjenama u našim javnim preduzećima. Te strukturne reforme su od ključnog značaja koje upravo radimo sa Svetskom bankom i EBRD-em. Dakle, fiskalnu konsolidaciju smo proveli, više nema ni smanjenja plata i penzije, već samo povećanja. A miniszterelnök hangsúlyozta, Szerbia biztos jövője érdekében meg kell őriznie a politikai stabilitását, és ki kell tartani a reformok mellett. A szerb kormányfő beszélt a Líbia nagykövetség két hivatalnoka halálának körülményeiről is. Tražimo odgovornost, tražimo da vidimo i sve odgovore čini mi se da dobijamo, ali kako bih vam rekao, to su stvari koje su u životu jedne države, u životu jednog naroda, rekao bih, na svakodnevnom nivou dešavaju, ali sve tragične posljedice, odnosno uzroci, i te kako moraju da budu ispitani. John Kerry, amerikai külügyminiszter telefonon fejezte ki részvétét a szerb kormányfőnek a két hivatalnok halála miatt. A tárgyalásokon szó esett a migránsválságról is. Alekszandar Vučić hangsúlyozta, a megoldás érdekében még jobb együttműködést kell kialakítani a balkáni országok között. Megérkezett a repülőgép a szerb diplomaták holttestével Belgrádba. Mivel a testeknél Líbiában nem végeztek teljes körű boncolást, csak megszámolták a sérüléseiket és leírást készítettek róluk, ezért Belgrádban újra elvégezhetik a boncolást a szerbiai RTV értesülései szerint. Slajana Stankovićot és Jovica Stepićet novemberben rabolták el ismeretlenek Szabrátában, 70 kilométerre Tripolitól. A két hivatalnok egy amerikai légicsapásban halt meg, amelyet az Egyesült Államok az Iszlám Állam ellen hajtott végre. Horvátország továbbra sem küld szerelvényeket a Szerbiában rekedt migránsokért. Egyesek már két napja várnak a zágrábi vonatokra, de a horvát hatóságok ma sem szállítottak tovább egyetlen bevándorlót sem. A sidi rendőrség tagjai buszokra terelték a pihenőhelyeken tartózkodó átutazókat, azt azonban nem árulták el, hova viszik az embereket. Fénykeresővel vizsgálják át a rendőrök a sidi befogadó központba érkező migránsokat. A szerb hatóságok munkatársai minden bevándorlót átkutatnak, aki a tábor területére szeretne lépni. A rendfenntartó erők képviselői fegyvert eddig nem találtak. A menekültek közül többen már napok óta Szerbiában rekedtek, mégis nyugodtak. Nincsenek zavargások, és már nem tüntet senki, mert nem szeretnének összetűzésbe kerülni a rendőrökkel. Fokozott a rendőri jelenlét Siden, a befogadó központot is jobban őrzik a szerb belügyi szervek munkatársai. Ennek az oka az, hogy a bevándorlók többször megpróbáltak már kitörni ebből a befogadó központból, illetve az elmúlt napokban volt olyan is, hogy az autópályán keresztül akartak eljutni Horvátország területére.
annak ellenére, hogy vonatokkal kellene, hogy eljussanak oda. Az illetékes szervek azt mondják, hogy bár nem tudják korlátozni a bevándorlók mozgását, azért éjszakára beszokták zárni a tábort, hogy ne tudjon akárki csak úgy kibemászkálni a területen. A síri vasútállomással szembeni pihenőhelyen afrikaiak és ázsiaiak is vannak. Délután csak nem ezren tartózkodtak a tábor területén. Türelmesen várták a horvát vonatok érkezését. Szerelvény azonban ma sem jött. A buszok a pihenőhely hátsó udvaránál parkolnak. A kerítést megnyitva engedték a buszokra szállni a sorakozókat. Arra a kérdésre, hogy merre viszik őket az illetékesek, kamerán kívül csak annyit mondtak, kövessék a buszt. Egy várakozó iraki férfi a papírjait mutatta. Állítása szerint a szerb hatóságok csak gyerekei, felesége és anyja részére állították ki az okmányokat. Irakból menekült el családjával. We travel by rock. By rock like 5-6 days, I think than more. So they we get many problem in the way. The people they get, you know, a sick and broke leg, hand. That's way. Azt még mindig nem lehet tudni, hogy a helyi járatokkal hova szállították el a migránsokat. A szlovén parlament rendkívüli ülésén több mint kétharmados többséggel engedélyezte a hadsereg ideiglenes bevetését az ország határain, és rendőrségi jogosítványokkal történő felruházását a migráns áradat irányítás érdekében. A határozat értelmében a hadsereg az ország határai mentén jogosult lesz 3 hónapig a rendőri erőkkel közösen eljárni. Tömeget irányíthat, ideiglenesen korlátozhatja a mozgásszabadságot, sőt tömeget akár fel is oszlathat. Szombaton lép hatályba a szíriai tűzszünet az Egyesült Államok és Oroszország megállapodásával, áll abban a közös közleményben, amelyet a washingtoni külügyminisztérium adott ki. Ennek értelmében péntek délig le kell állítani a szíriai ellenségeskedéseket, a tűzszünet pedig pontban éjfélkor lép hatályba. Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok hosszabb ideje folytatnak tárgyalásokat a szíriai tűzszünetről. A müncheni félsikert hozó megbeszéléseket követően a két nagy hatalomnak a fegyverszünetről hétfőn sikerült megegyeznie. Достигнута договоренность о прекращении боевых действий в Сирии с полуночи по дамасскому времени 27 февраля 2016 года на условиях, являющихся составной частью российско-американского заявления. Суть этих условий. До полудня 26 февраля 2016 года все воюющие в Сирии стороны должны подтвердить нам или американским партнерам свою приверженность прекращению огня. John Kerry, amerikai külügyminiszter hétfőn azt mondta, ha a fegyvernyugvást betartják, akkor alábbhagy az erőszak. Több lehetőség lesz a humanitárius segélyek célba juttatására, és nő az esélye a politikai átmenet megvalósulásának. A fegyvernyugvás nem vonatkozik az iszlám államra, és az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózathoz köthető An-Nusra frontra sem. This is going to be difficult to implement. We know that there are a lot of obstacles, and there are sure to be some setbacks. After all, for years we have been trying to reach a diplomatic resolution to the many problems that plague that nation that has broken apart. Néhány órával a fegyverszünetű megállapodás közzététele után Bashar al-Assad szír elnök bejelentette, április 13-ára kiírja a parlamenti választásokat. Szíriában 4 évente voksolnak, az országban utoljára 2012-ben szavazhattak a képviselőház összetételéről. Komoly befektetést igényel a fóliasátras növénytermesztés. A gazdák elmondása szerint a zöldségárak az évek folyamán nem változtak, a kereslet csökkent, a termelés pedig folyamatos fejlesztést igényel. A fénystabil fólia élettartalma 1-től 5 évig terjed, minőségtől függően pedig nagyjából 70-től 120 dinárba kerül kilogramja.
Zöldségféléket, fűszernövényeket és a környéken különlegességnek számító növényeket is termel Bakos Borisz, topolyai növénytermesztő. A minőségi magok beszerzése mellett a felszereléshez szükséges eszközök is nagy befektetést igényelnek. A fóliák cseréje, a hőcserélő pumpa beszerzése és egy hűtőház kialakítása is tervei között szerepel, bár ezek komoly összegű beruházások. A hőcserélő pumpa, mondjuk rá, az, hogyha az ember fúr két kutat, az a legkisebb investíció, úgy lehet azt mondani, hogy beruházás, igaz. De viszont egy komolyabb kompresszor, meg az egész rendszer, az megint csak 2-3 és 4-5 ezer euró, és avval meg lehetne oldani akkor a palánta nevelést is, meg egy 1000 négyzetméteres fóliának a fűtését. A késő téli, koratavaszi időszakban sok a munka a fólia sátrakban. Az őszivetési növényeket, mint a retek, a fejes saláta, az újhagyma és a spenót már betakarították. A friss zöldségeket a piacokon is árulják. Szőke József zentagunarosi növénytermelő 10 fóliában és másfél hold szabadföldi kertben termel zöldségfélét családjával. Minki azért mindig arra törekszünk, hogy friss legyen, szép legyen. Mert a szélváró az mindig kellendő. Akármilyen szegénység van, de arra mindig találunk vevőt. És akkor arra törekszünk, hogy inkább kevesebb fajta árválasztékunk legyen, de ami van, az szép legyen. A nagyobb felvásárlók az üzletek, éttermek mellett a piac nyújt lehetőséget az azonnali pénzkeresésre. A salátát darabszámra áruljuk 50 dináré, a spenót az zacskonként 50 dinár, a hagyma, fokhagyma, ilyesmi, a vöröshagyma 70 dinár, a fokhagyma 700 dinár kilója. A vásárlók a friss, egészséges zöldségfélékért látogatnak ki a piacra. Keressük az őstermelőket igazából, szeretjük a Szabadka környéki jó almát, szemedgyönyörködtető látvány a piacon vásárolni, kicsi nagyon élvezi, és egészségesek, szépek a gyümölcsök, zöldségek. Az árakat igazából nem igen szoktuk nézni. Általában olyan emberektől vásárolunk, akit ismerünk, és tudjuk az eredetét annak az árunak, ahonnan az származik. A termelők elmondása szerint a zöldségárak az évek folyamán nem változtak, a kereslet csökkent, a fóliasátras termelés pedig folyamatos fejlesztést igényel. A főként földművelésből és állattenyésztésből élő ludasiak szinte kivétel nélkül jelentkeznének a Prosperitáti Alapítvány által kiírt gazdaságfejlesztési pályázatokra. A mezőgazdaság területéről 6 féle pályázat áll rendelkezésükre. Szalai Géza kukoricát, búzát és napraforgót termeszt és fejős teheneket nevel. Egy korszerű permetezőgépre van szüksége, ezért jelentkezik majd a Prosperitáti Alapítványnál a kapcsolható eszközök vásárlására kiírt pályázatra. Egy permetezőt vettünk célba, mert úgy hallottam, hogy azokat is majd kell úgymond attesztálni, hitelesíteni, és sok elég elavult szerszámaink vannak ebből a ezen a téren, és akkor egy környezetkímélő, meg a mi szempontunkból is kicsikét precízebb is méregtelenít bennünket, hogy nem csöpög meg, stb. Ezt próbáljuk, hát majd meglátjuk. Ludason egyre kevesebb a lakos, sok fiatal költözött el külföldre, valamint a nagyobb városokba az utóbbi években. A Ludas, mint település, egy elég nagy területen fekvő település, de kevés lakossal, illetve most már egyre kevesebbel. A legutóbbi népszámláláskor 1280-an voltunk, és ennek mondhatom azt, hogy 95%-a földműves mezőgazdász. A magyar állam támogatásával megvalósult gazdaságfejlesztési pályázatok közül a kapcsolható eszközök, a tenyészállatok és méhek, valamint a falusi házak vásárlására kiírt pályázatok a legnépszerűbbek, emelte ki Fremond Árpád. A VMS alelnöke szerint az első pályázati körből ők maguk is sokat tanulhatnak, és fontos tapasztalatokat gyűjthetnek. Most fogjuk meglátni azt, hogy a jövőben mire lesz igény, illetve az is nagyon fontos, hogy sok termelő és sok hozzászóló újabb ötletekkel áll elő, illetve arra kérdez rá, hogy lesznek-e esetleg más vonalon is lehetőségek. Azt hiszem, hogy ezen is el kell gondolkodni, és fontos az, hogy a mostani pályázati körben ugye kiírt pályázatokra minél többen adják át most már majd a jövő hét után, ugye március 1-től a jelentkezésüket, de hogy azok is
jelezzék az igényüket, akik nem találják meg számításaikat ezekben a pályázatokban. Az ismertető dr. Nagy Imre, a Prosperitáti Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke, valamint Nagy Miklós közgazdász részvételével zajlott. A Ludasi Lakossági Fórumon részletesen beszámoltak a pályázási feltételekről. A termelők választ kaptak kérdéseikre. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A katonai iskolákat népszerűsítették ma Szabadkán. Felújítják a szabadkai gyermekgondozó épületét. Harmadik alkalommal minősítette a Financial Times Vajdaságot befektetésre alkalmas és előnyös régiónak. A tartomány a hetedik helyen szerepel a pénzügyi napilap felmérésében, amely a külföldi befektetők bevonzása alapján állított fel sorrendet Európában. Európa 148 régiójából Vajdaság az előkelő hetedik helyen végzett. A Financial Times brit nemzetközi gazdasággal és pénzügyel foglalkozó napilap felmérésében. Bojan Pajtics, a tartományi kormány elnöke szerint az elismerés kiváló jelzés a külföldi befektetők számára. Vojvodina jeste bila osnovni pokretač privlačenja stranih investicija i koliko god aktuelni režim pokušava da minimalizuje zasluge pokrenu privlačenju stranih investicija, može to da se čini preko domaćih medija, ali ne može istina da se sakri od Financial Timesa i od najprestižnijih finansijskih institucija u svetu. Az elmúlt évek során 7,5 milliárd euró külföldi tőke érkezett Vajdaságba. Ez az országba befektetett pénzösszeg több mint 40%-a. A tartománya foglalkoztatás, valamint a nettó személyi jövedelem terén is kimagasló eredményekkel büszkélkedhet, hangzott el az újvidéki sajtótájékoztatón. Smanjenju broja nezaposlenih na nivou Republike Srbije od ukupnog broja manje nezaposlenih lica 60% ili 50-60% je ta nezaposlenost i taj broj smanjen u Vojvodini, naravno zahvaljujući posticajnim merama pokrajinske vlade. Vajdaság nem először érdemelte ki a Financial Times elismerését, mint befektetésre érdemes térséget. A tartomány 2012-ben és 2014-ben is kiérdemelte a kitüntetést. Növekedett a magyar állampolgárságot igénylők száma. Nagybecskereken 126 honosítási kérelmet adtak át kedden, Magyarország szabadkai főkonzulátusának kihelyezett fogadónapján. Magyarország szabadkai főkonzulátusa 18. alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot Nagybecskereken a Petőfi Magyar Művelődés Egyesület székházában. Eddig itt több mint 2000-en adták át a honosítási kérelmüket. Kedden 126 kérelmet vettek át a konzulátus munkatársai. Kérelem benyújtásától számított 6-8 hónapon belül értesítjük ki az ügyfelet, hogy megérkezett a honosítási okirata. Körülbelül ennyi az átfutási idő a bevándorlási és állampolgársági hivatalnál, amíg feldolgozzák a kérelmeket. Van, hogy valakinek ez egy évig tartott, de általában a legrövidebb idő is az egy olyan 4-5 hónap. A bevándorlási és állampolgársági hivatal meglehetősen túlterhelt, ezért tart ez több mint fél évig. A magyar állampolgárság iránti érdeklődés nem lankad. Az illetékesek szerint az utóbbi hónapokban többen érdeklődnek. Az elmúlt időszakban a Prosperitáti Alapítvány kiírt pályázatai alapján többen fordulnak hozzánk, érdeklődnek a magyar állampolgárság iránt, és tehát szeretnék átadni, akár ha nem helybe, akkor Szabadkán vagy pedig Belgrádba. Nem mindenki számára szempont az anyaországi támogatásra való pályázási lehetőség, vagy a külföldi munkavállalás. A szüleim Magyarországon születtek, és én is magyar akarok lenni. És ezért, mivel hogy idősebb voltam, vagyis vagyok, hát idáig még vártam, hát ha kicsit gyorsabban megy, de hát egy kicsikét, na, vártunk, de az a fontos, hogy megvan, és hogy meg lesz. Nagybecskereken legközelebb június 28-án tartanak újabb kihelyezett konzuli fogadónapot. A vasárnap elhunyt dr. Bányai János akadémikus emlékére gyászülést tartott az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia újvidéki tagozata. Családtagok, munkatársak és barátok egy perces néma csenddel emlékeztek dr. Bányai Jánosra.
az akadémikus, kritikus, irodalomtudós és prózaíró, a Magyar Tanszék irodalomelmélet és esztétika tanára, valamint 13 évig tanszékvezetője volt, ezzel messze túlszárnyalta elődei vállalásait. Nem csak azt mondható, hogy hosszú éveken át tagja volt ennek a munkaközösségnek, hanem az is, hogy a tanítással való kapcsolatát soha meg nem szakította nyugdíjba vonulásáig 2006-ig. Ez egyetemi tanári munkával eltöltött 42 évet jelent. Az Új Szimpozion és a Híd folyóirat főszerkesztője és a Fórum könyvkiadó felelős szerkesztője és vezérigazgatója is volt. Szerkesztői, kiadói, vezetői, igazgatói munkájának is lenyomata van és marad. Ez személyes példám is bizonyítja, hiszen pontosan 40 éve vett magam mellé Bányai János szerkesztőnek a Híd folyóiratban. Aztán, amikor a Fórum könyvkiadóból, a vezérigazgató posztról távozott, utóda lettem mindkét poszton. És mindezt azért mondom, egy döbbenet perceiben, mert a lehető legközelebbről követhettem munkásságát, és tapasztalhattam azt az igényességet, amelyet ő elsősorban magától, de munkatársaitól is megkövetelt. Bányai János irodalomtudományi és irodalomkritikai gondolkodásunk meghatározó személyisége volt. Azok a mélyen átgondolt koncepciók, sokszor provokatív vélemények, amelyeket képviselt, azért értékesek és ösztönzőek a kisebbségi kultúra számára, mert vitába szállni velük csak azonos nívójú gondolkodási szintekről érdemes és lehetséges. És ezekre a szintekre nem lesz könnyű feljutnunk. Dr. Bányai János február 21-én hunyt el életének 77. évében. Temetése február 24-én, szerdán, 15 órakor lesz a Bács-Fekete-hegyi temetőben. A katonai iskolákat népszerűsítették ma Szabadkán az Újvárosháza épületében, a Belgrádi Katonai Akadémiára, a Katonai Gimnáziumba és a Katonaorvosi Akadémiára. Március 31-ig lehet jelentkezni. Az intézmények a felvett diákoknak ingyenes szállást, teljes ellátást és a szükséges tananyagot, illetve internet használatot is biztosítanak. Fegyverek ropognak, ágyuk dörrennek, rakéták robbannak. Reklámfilm mutatja be a szerbiai katonaság gyakorlatait. A szabadkai népszerűsítő előadásra sokan érkeztek. Upisa vojnu gimnaziju i uspešno završio u roku od 4 godine. Posle vojne gimnazije sam nastavio školovanje na vojnoj akademiji, pošto sam bio obavezan po ugovoru i po mojoj želji sopstvenoj da se školim za oficira Republike Srbije. Trenutno sam kadet treće godine, dobio sam i prvi podoficički čin vodnika. Moje lično zadovoljstvo je na nivou, zadovoljan sam svojim obrazovanjem i nadam se da ću u roku sve da završim i da budem oficir Republike Srbije. A nemzeti közösségek köreiből és az egész országból is vannak jelentkezők a katonai oktatási intézményekbe. Svake godine imamo kandidata iz cele Srbije, a to je i razlog za ovu našu akciju da sa kadetima Vojne akademije i učenicima Vojne gimnazije obiđemo skoro sve gradove u Srbiji i da upoznamo zainteresovane kandidate sa vojnim školama. Uros Domazet, a Katonai Akadémia diákszolgálatának alezredese a felvételi kérelmek benyújtásáról beszélt. Ono što je bitno takođe, da kandidati predaju sva dokumenta u Centar Ministarstva odbrane opštine Boravka, a prijemni i selekcija se odvija na samoj Vojnoj akadémii. A Beográdi Katonai Akadémia és a Katonai Gimnázium is nyílt napot tart minden szombaton a jelentkezési határidő lejártáig, azaz március 31-ig. Felújítják a Szabadkai Gyermekgondozó épületét. Az elkövetkező időszakban a munkálatok ideiglenesen nehezítik majd a rendelőintézet munkáját, de minden ellátásra szoruló gyermeket fogadnak, írja értesítésében az intézmény. A Szabadkai Gyermekorvosi Rendelő épülete felújítás alatt áll. Az itt dolgozóktól megtudtuk, hogy a nyílászárókat cserélik. Az illetékesektől további információt nem kaptunk. Tábla figyelmeztet arra, hogy az épületet felújítják. Szerintem szükséges, ahogy bent látszik, azért egy orvosi rendelőhöz képest azért jól jönne, hogy egy kis felújítás. Egyesek úgy vélik, nem csak ezt a rendelőintézetet kellene felújítani, a többi is renoválásra szorul.
trebalo tu u cijeloj Srbiji, ali nažalost ništa toga, iskreno vam kažem. Ne verujem u ovo. Egyelőre a munkálatok nem nehezítik az intézet munkáját. Két súlyos beteg izomsorvadásban szenvedő fiú gyógyításának támogatására indított akciót a Horgosi Kárász Karolina Általános Iskola. A 20 éves Kolompár Erik és öccse a 15 éves Dániel gyógyíthatatlan izomsorvadásban szenved. Kolompár Attila feleségével, Veronkával és 5 gyermekével él együtt. A család megélhetését szociális támogatásokból biztosítják. A családapa nem tud dolgozni, mivel már 2 szívinfarktuson esett át. Ez csak tetőzi, hogy néhány évvel ezelőtt 2 fián az izomsorvadás jelei mutatkoztak. Ma már önállóan járni sem tudnak. Kezdett javulni egy kicsit az állapotom, hisztam, szóval bízok benne, hogy jobb lesz. A fiúk választott orvosát, dr. Apró Karolinát, a Magyar Kanizsai Egészségház gyermekorvosát, magáról a betegségről kérdeztük. A genetikai eredetű ritka betegség, 10 000 lakosra jut egy ilyen megbetegedés. Több fajtája van, leginkább az X-kromoszómához kötődik ez, az X-kromoszómának a sérülése okozza ezt a betegséget. Ez miatt leggyakrabban a fiúk betegszenek meg, a lányok viszont hordozói ennek a betegségnek. És nagyon gyakori a családon belüli ismétlődés, öröklődés is, mint ahogy itt ebben az esetben is látjuk. A Horgosi Kárász Karolina Általános Iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy segítse a fiú gyógyulását, akik az iskola szorgos tanulói voltak, betegségük azonban megakadályozta őket tanulmányaik rendes befejezésében. Az intézmény szakszolgálata Ágyas Sándor házi tanítóval együtt egy új belgrádi humanitárius alapítvánnyal kötött szerződést a segélyakció lebonyolításáról, hogy pénzadományok, illetve SMS üzenetek révén finanszírozni tudják a 2 fiú műtéti költségeit, ami kettejükre összesen 2.400.000 dinár. Mindig tápláltuk a reményt bennük, úgy érezzük, hogy most szintén tovább kell kihasználni minden lehetőséget, és ez Oroszországban végeznek ilyen őssejt beültetést, amire hát szeretnénk elvinni a 2 gyereket. Az akció kezdeményezői először a horgosi és a környékbeli iskolák diákjait kérik fel a segítségnyújtásra. Vad 2 István is bekerült a top 10-be a világon a worldreferee.com összegzés alapján. A nemzetközileg egyik legfoglalkoztatottabb magyar labdarúgó játékvezető a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában, az EB-selejtezőkön és az U20-as világbajnokságokon is mutatott produkciójának köszönhetően fért oda a bírói elitbe. A 2015-ös évben egy magyar bíró került be a legjobb 10-be, Vad 2 a 9. helyen zárt. A 36 éves sípmester 2007 óta tagja a FIFA keretnek, a 2012-2013-as idény óta pedig az elit kategóriának. 2015-ben 2 BL mérkőzésen, 3 EL találkozón, 3 EB-selejtezőn és a múlt nyári U20-as világbajnokságon 2 meccsén is többek között ő fújta a sípat. A rangsor első helyére az iráni Alireza Fagani került. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. Nem csökkentik többi a nyugdíjakat és az állami alkalmazottak fizetését Szerbiában, nyilatkozta Alekszandar Vučić. Horvátország továbbra sem küld szerelvényeket a Szerbiában rekedt migránsokért. Szombaton lép hatályba a szíriai tűzszünet az Egyesült Államok és Oroszország megállapodásával. Harmadik alkalommal minősítette a Financial Times Vajdaságot befektetésre alkalmas és előnyös régiónak. Köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Maradjanak velünk, viszontlátásra!